Ma kezdődik a parlament őszi ülésszaka. Orbán Viktor napirend előtti felszólalását az M1-en élőben közvetítjük. Hazaértek a magyar kutatómentő csapatok Líbiából, több mint 100 holttestet találtak a katasztrófa helyszínén. Koszovó célja, hogy Szerbia összeütközésbe kerüljön a NATO-val, ezt mondta Alekszandr Vučić az újabb konfliktus után. Fél óráig lógtak fejjel lefelé egy meghibásodott hullámvasút utasai Kanadában, komolyabb sérülése senkinek sem esett. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunán Józsanett vagyok. Ma kezdődik az országgyűlés őszi ülésszaka. Képviselők a következő hónapokban egyebek mellett a gyermekek, a határok és a szuverenitás védelméről is tárgyalnak. Az ülés délután 1-kor kezdődik. Ott van a parlamentben Jó Csaba, szervusz! Mi a mai napi rend, és mik lesznek a főbb témák az őszi ülésszakban? Szervusz, jó napot kívánok! Szokás szerint ugye minden ülésszakot, a tavaszit és az őszit is a miniszterelnök felszólalása kezdi. 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök ad majd tájékoztatást a kormány törvényalkotási terveiről, ami az őszi ülésszakot illeti. Múlt héten Esztergomban tartotta a Fidesz és a KDNP frakció közösen a kihelyezett frakcióülését, és ezután a sajtótájékoztatón többek között Kocsis Máté frakcióvezető elmondta, hogy pontosan mit is terveznek, melyek a főbb irányvonalak a törvényalkotásban. Nos, talán a legfontosabb, hogy egy szuverenitás védelmi tervet dolgoz majd ki a kormány, illetve a frakciók. Ez érinti majd az alaptörvényt, illetve a BTK módosítását is. Itt többek között a külföldi pártfinanszírozás szigorítására térnek majd ki a képviselők. Szintén, ahogy említetted, a gyermekvédelmi törvény is szigorodhat majd, valamint a határvédelmi törvényeket is szigorítják. Pontosabban a határvédelmi védelmi akció az nem csak a törvények szigorítása, hanem egyéb más különböző intézkedések meghozatalára is vonatkozik majd. Szintén ezen a bizonyos esztergomi frakcióülésen, illetve az azutáni sajtótájékoztatón hangzott el, hogy a KDNP kezdeményezésére egy csok pluszt, egy úgynevezett csok pluszt vezetnek be, itt a családtámogatási rendszer kibővítését várhatjuk majd. Konkrétumokat még nem mondott a KDNP frakció vezetője, de ez az ősz folyamán mindenképpen majd a terítékre kerül. Viszont a svéd NATO csatlakozása, ratifikációja nem várható. Ezt leginkább azzal magyarázták a kormánypárti képviselők, hogy ugye nemrég néhány nappal ezelőtt napvilágot látott, hogy a svéd közszolgálati televízió egy oktatófilmben mutatja be Magyarországot, és Magyarországot úgymond, mint egy antidemokráciát mutatja be, ezen felháborodtak a képviselők, és többek között ez is hátráltathatja majd a svéd NATO csatlakozást. Ma tehát 1 órakor kezdődik majd az őszi ülésszak, és holnap is folytatja majd a munkáját az országgyűlés. Többek között a házassági szándékot elektronikusan is be lehet majd jelenteni, erről is tárgyalnak majd a képviselők, illetve a közmeghallgatásokat immáron online is meg lehet majd tartani. A jövőben ez is egy törvénytervezet, erről is dönthetnek majd a képviselők tehát. Jó Csaba, köszönjük szépen. Orbán Viktor miniszterelnök napi rend előtti felszólalását, tehát itt az M1-en élőben közvetítjük majd. Hazaértek a magyar kutatómentők Líbiából, a 37 szakember 3 kutyával járt kint, és több mint 100 holttestet talált a helyszínen. Munkájukat nehezítette, hogy sem ivóvíz, sem áram nincs a térségben. Azbej Trisztán államtitkár azt mondta, a magyar kutatómentők olyan munkát vállaltak, amelyet más mentőcsapatok nem voltak képesek ellátni. 10 nap után a hosszú, kimerítő és hősies szolgálatból vasárnap éjszaka érkeztek haza a magyar kutatómentő csapatok Líbiából. A magyar mentőexpedíció 37 fővel és 3 kereső kutyával teljesített szolgálatot Dernában. Köztük a Smiley névre keresztelt Tacskóval, aki már 3 éve jár bevetésekre. Olyan módszerek kellett ezt végrehajtani, hogy csatornákat kellett nyitni az iszapban, hogy a szagok föl tudjanak jönni, és így is még nagyon nagy nehézséget adott az, hogy az iszapon levő mozgás, hogy ezeket kellett úgy elvégezni, hogy se a kutya, semmi ne süllyedjünk el az iszapban. A magyar mentők legfőbb feladata az elhunyt emberek felkutatása volt. A területek átvizsgálása során több mint 100 holttestet tártak fel, nem mindennapi körülmények között. A tengeri műveletekben vettünk részt, ennek a 30 km-es partszakasznak a teljes négyzetméterről történő átvizsgálása, és itt egy nagyon bonyolult feladatunk volt, hiszen a
a tengeri hullámzásban a sziklafalakat kellett átnéznünk, és az itt található emberi testeket összegyűjteni, és a szállítóhajókra kiszállítani. A hősies szolgálat nem csak fizikálisan, lelkileg is megviselte az expedíció tagjait. Amikor az ember belegondol abba, hogy ott emberek éltek, hogy ott sorsok, családok, háztartások, stb. És tehát ha ebbe az ember belegondol, akkor nem lehet feldolgozni egy ilyet. Az expedíció magyar tagjait Azbej Trisztán államtitkár fogadta Budapesten. Azt mondta, a magyar kutatómentők olyan munkát vállaltak, amelyet más mentőcsapatok nem voltak képesek ellátni. Ennek a nehéz és szomorú munkának a jelentősége az kétrétű. Egyrészt a járvány helyzetet csillapítja, másrészt pedig megadja a lehetőséget a gyászoló családtagoknak, hogy megadják a végtisztességet a szeretteiknek. A szolgálat nem volt kockázatmentes, 6 európai kutatómentő életét vesztette a mentési munkálatok során. Ezeket a felvételeket pár nappal ezelőtt készítette a magyar mentőcsapat Dernában. Embert próbáló körülmények között keresték a túlélőket a romok alatt. A városban súlyos állapotok uralkodnak, megjelent a tífusz és a kolera. A csapat tagjainak az akadozó vezetékes ivóvíz és áramszolgáltatással is meg kellett küzdeniük. Lakhatatlanná vált házak, romba dőlt lakónegyedek, sár és törmelék mindenhol. A légi felvételeken is jól látszik, hogy a líbiai város egy része szinte a földdel vált egyenlővé. A hatóságok ma már csak holttestek után kutatnak. A pusztító vihar miatt a gátak szeptember 10-én szakadtak át Derna felett. Az áradás elsodorta a város szívét. Becslések szerint a katasztrófában több mint 15 ezer ember vesztette életét. Magyarország nemzeti érdeke az, hogy a nukleáris energiát tudja használni, és a Rosszatommal való együttműködésben tudja mindezt megtenni. Erről a külgazdasági és külügyminiszter beszélt Bécsben, ahol részt vesz a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén. Szijjártó Péter tárgyalt Alekszej Lihacsovval, a Rosszatom elnök vezérigazgatójával, akivel áttekintették a paksi beruházás állását. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a nukleáris energia növelése Magyarországot nem csak versenyképessé teszi, de az energiaellátás biztonságát is garantálja. Haladunk a menetrend szerint a paksi atomerőmű építésével. A 2030-as évek elején két új blokkot rá fogjuk tudni kapcsolni a hálózatra. Ezáltal nagymértékben hozzájárulunk az ország energialátásának biztonságához, és ahhoz, hogy megfizethető áron álljon rendelkezésre az energia Magyarországon. A jelenleginél jóval kevésbé legyünk kitéve a nemzetközi energiapiac teljesen esztelen ár ingadozásainak. Több mint 2000 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök a hétvégén. Embercsempészés miatt 32 gyanúsított ellen indult eljárás. A kormány közé tett egy újabb videót, amelyben jól látszik, hogy nap mint nap milyen támadások érik a határkerítésnél szolgálókat. A migránsok egyre agresszívebbek, sok esetben fegyver is van náluk. Szigorúbb ellenőrzést rendelt el a francia kormánya az Olaszországgal közös határán, miután a múlt héten mintegy 8500 migráns érkezett a dél-olaszországi Lampedusa-ra. A francia elnök azt mondta, nem fogadhatnak be minden rászorulót. Emmanuel Macron ugyanakkor közös európai megoldást sürgetett a migrációs válság kezelésére. Gyors vonat érkezik az olasz-francia határ menti Mentonba. A francia hatóságok azonban még a leszállás előtt ellenőrzik az utasok okmányait. Az illegális határátlépések számának emelkedése miatt ugyanis szigorították az ellenőrzést Olaszország és Franciaország közös határátkelőin. Erről azt követően döntött a francia kormány, hogy a múlt héten rekordszámú, mintegy 8500 migráns érkezett Tunézia felől az olaszországi Lampedusa-ra. A francia belügyminiszter már akkor leszögezte, országa nem fogadja be a szigetre tömegesen érkező illegális bevándorlókat. Emmanuel Macron francia elnök pedig vasárnap egy közös európai terv kidolgozását sürgette a kiinduló és a tranzit országok támogatására. Franciaország megteszi a maga dolgát, de szükségünk van erre a közös üzenetre. Nem vagyok közömbös, emberségesnek kell lennünk, különösen azokkal szemben, akik az üldözés elől menekülnek. Őket be kell fogadnunk. Ugyanakkor szigorúnak is kell lennünk, és nem fogadhatjuk be a világ összes rászorulóját. Fogalmazott Emmanuel Macron hozzá. Éve. Olaszországot ugyanakkor nem szabad magára hagyni a migráció problémájával.
Az Európai Bíróság múlt csütörtökön mondta ki, hogy a francia hatóságok jogellenesen toloncolják vissza a migránsokat Olaszországba. Az uniós szabályok ugyanis arra kötelezik a tagállamokat, hogy hivatalos eljárást kezdeményezzenek az illegálisan érkezőkkel szemben, ha pedig kiutasítják őket, akkor elég időt kell hagyni az érintetteknek az ország elhagyására. Ám úgy tűnik, hogy ennek a rendelkezésnek a francia hatóságok nem tesznek eleget. A hivatalos okmányok nélküli migránsokat ugyanis azonnal visszafordítják. Naponta legalább 100-200 embert küldenek vissza, mondta egy mentoni férfi. Eközben Olaszországban megkezdték a zárt táborok építését. A kormány az egyre erősödő migrációs nyomás miatt döntött a bevándorlási szabályok szigorításáról. Eszerint a hivatalos okmányok nélkül érkezőket immár zárt táborokban helyezik el az ország kevésbé lakott, de jól ellenőrizhető területein. A bevándorlók csak a menedékkérelmük pozitív elbírálása után hagyhatják el a tábort. Ha pedig nem kapják meg az engedélyt, akkor kitoloncolják őket. Csádban nyújt segítséget a Hungary Helps program, az afrikai száhelővezet egyik utolsó stabil államába humanitárius, egészségügyi, orvosi segítség érkezett a magyar kormány jóvoltából. A 18 milliós ország harmada szorul valamilyen segítségre. Az M1-nek nyilatkozó önkéntes orvos azt mondta, Csádban sokan fertőző betegségek vagy kiszáradás miatt kerülnek életveszélybe. Pár száz forintos gyógyszerekkel már gyermekéleteket lehet menteni. Plüssállatok és egészségügyi felszerelés is volt annál a magyar orvoscsoportnál, amely Magyarországról indult Csádba segíteni. A Hungary Helps program csádi akciója a Száhel-övezet egyik utolsó stabil államának nyújt segítséget, ahova az utóbbi időben több százezer menedékkérő érkezett. A 18 milliós ország lakosságának harmada szorul ellátásra, mondta az M1-nek a Hungary Helps helyi képviselője. Zelei Péter úgy fogalmazott, a helyzetet súlyosbítja, hogy víz és élelmiszer hiány van. Ezért van itt jelen a Hungary Helps program, hogy a csádi partnereivel, illetve magyar civil partnerein keresztül segítséget nyújtson a kormányzatnak, illetve a helyi szereplőknek abban, hogy ezt a menekült válságot, ami Csádot az elmúlt időszakban elég intenzív mértékben éri, ezt valamilyen módon csökkentsük és enyhítsük ezeknek ennek a menekült áramlatnak a következményeit, ami az ország biztonságára hatással van. A Hungary Helps keretében három önkéntes orvos és két egészségügyi dolgozó segít a helyieken. Lakatos Botond, az orvosmisszió képviselője arról beszélt, az egészségügyi helyzet annyira tragikus, hogy a $3 malária védőoltás is nagy hiány az afrikai országban. Csádban ezért sokan fertőzések és kiszáradás miatt kerülnek életveszélybe. Ez idáig kettő menekültábort látogattunk meg, az egyikben 10 000 fő, elsősorban kameruni részben szudáni menekült kapott ellátást. Az afrikai országban Hungary Helps orvosmissziója mellett humanitárius, műveleti, agrár és vízügyi szakemberek is érkeznek, hogy hosszú távú segítséget nyújtsanak a helyieknek. A Száhel övezet 11 afrikai országon halad át, gyakran éhségövnek is nevezik ezt a régiót. A magyar kormány nemrég jelentette be, hogy fokozza jelenlétét a Száhel övezetben, elsősorban Csádban. A segítségnyújtás az Európába irányuló migrációt is mérsékelheti. Újabb kereskedelmi háború van a láthatáron. A kínai miniszterelnök helyettese tárgyal ma Pekingben az Európai Bizottság kereskedelmi biztosa, aki szerint Kína visszaél az EU nyitottságával. Brüsszel vizsgálatot indít a kínai elektromos autók ellen, amelyek sokak szerint eláraszthatják az európai piacot. Kapcsolunk Brüsszelbe, a közmédia központban van Baracz Keszter. Jó napot kívánok! Mekkora veszélyt jelentenek a kínai elektromos autók az európai autógyártásra? Komoly veszélyt jelentenek az Európai Bizottság szerint, mégpedig azért, mert Kína támogatásokkal, állami támogatással segíti az ágazatot, amely így a bizottság szerint jogtalan versenyelőnyhöz jut. A Kínában tárgyaló bizottsági alelnök Valdis Dombrovskis egyébként fel is szólította Pekinget, hogy tartsák be a játékszabályokat, és, ahogy mondta, ne avatkozzanak be diszkriminatív politikai eszközökkel, mert így az Európai Uniónak is határozottabb eszközökhöz kell majd nyúlnia. A
bizottsági alelnök ugyanakkor megerősítette, hogy az Európai Unió továbbra is kereskedni szeretne Kínával, de csökkenteni szeretné mindenféleképpen a kockázatot, mint ahogy csökkenteni szeretnék egyben a kereskedelmi deficitet is, ami most már eléri az évi 400 milliárd dollárt Kína javára természetesen. Ami pedig a konkrét elektromos autópiacot illeti, 2019-ben a kínai elektromos autók részaránya az Európai Unióban 0,5% volt, idén 2023-ban ez a szám 6,1%, jól látható tehát egy rohamos növekedés, aminek természetesen megvannak a maga okai is. Az egyik az, hogy Kína már elég korán felismerte, hogy a hagyományos belső égési motorok terén nem versenyképes a világ más autógyártó régióival, és ezért gyorsan átállt az elektromos autógyártásra. 2016 és 22 között 57 milliárd dollárt fordítottak az akkumulátorgyártás bővítésére, és ma ezen a téren világelső Kína. Ezek mellett az is nagyon fontos, hogy Kínában található a gyártáshoz szükséges ritka földfémek 95%-a, de még ezzel sem elégednek meg. Ezt kitermelik ott, de emellett afrikai bányákban is óriási befektetéseket hajtottak végre, és például nagy mennyiségben vásárolnak lítiumot Chilétől és Ausztráliától. Mindezeknek köszönhetően a kínai elektromos autók ára jelenleg nagyjából 25%-kal olcsóbb, mint az európaiaké, ami nagyon jó a vásárlóknak, de nem jó az európai autóiparnak, mert ez akár elbocsátásokhoz is vezethet, márpedig 14 millió ember dolgozik jelen pillanatban az európai autóiparban, és ez a teljes uniós foglalkoztatás 6,1%-a, tehát mindenképpen jelentős. A tagállamokat is megosztja egyébként ez a helyzet a saját érdekeiktől függően. Franciaország nagyon szeretné, hogyha az Európai Bizottság keményen intézkedne, sürgetik a vizsgálatot. A német autógyártók viszont aggódnak, mert úgy gondolják, hogyha az uniós vizsgálat azzal zárul, hogy az Európai Unió büntetővámokat léptet életbe a kínai elektromos autókra, akkor ez negatívan hathat a német autóexportra Kínába, hiszen várhatóan Kína is hasonló lépéseket tesz majd. Szóval Európában lélegzett visszafojtva figyelik, hogy mi történik majd ma Pekingben Valdis Dombrovskis és a kínai miniszterelnök helyettes között. Kína az európai vizsgálatot barátságtalan lépésnek ítélte, szerintük ezzel éppen az Európai Unió sérti meg a kereskedelmi szabályokat. Baracka Eszter, köszönjük szépen! Előrehozott parlamenti választásokat tartanak hétvégén Szlovákiában. A felvidéki magyarságnak azért fontos a részvétel, hogy újra legyen magyar képviselő a pozsonyi törvényhozásban. Lánci Tamás politológus az M1-en arról beszélt, hogy a felvidéki magyar pártnak nagy előnye, hogy nem próbál megfelelni a szlovák belpolitikai elvárásoknak, és világos az üzenetük is, a magyarokat akarják képviselni. Az esélyeket az is növeli, hogy tulajdonképpen a helyhatósági választásoknak korábban már megvolt a főpróba, és ott lehetett látni, hogy a szövetség képes mozgósítani, tehát tudja, hogy mi a feladat. Most tulajdonképpen ezt kell megcsinálni, csak országos szinten. Én azt gondolom, hogy tényleg itt az idő, tehát most vagy soha, jó esély van rá, csak nem szabad hátradőlni, meg nem szabad abba a hitbe ringatni magát senkinek, hogy hát ez már megvan ez a bejutás, tehát most ezt szavazatokra kell váltani. A koszovói miniszterelnök célja, hogy Szerbia belesodrodjon egy háborúba a NATO-val, így reagált Alekszandar Vučić, szerb elnök a vasárnapi összecsapásokra. 30 szerb fegyveres barikádozta el magát egy koszovói templomban, majd tűzharcba keveredtek a rendőrökkel. Egy rendőr és legkevesebb 3 fegyveres meghalt. Pristina terrortámadásként kezeli a történteket. Egyesével vitték a letartóztatott fegyvereseket a rendőrségre a koszovói Mitrovicában. Vasárnap este láttak napvilágot az első felvételek a felkelő szerbekről. Katonai egyenruhában, golyóálló mellényben voltak, amikor letartóztatták őket. A lövöldözés helyszínét még hétfőn sem lehetett megközelíteni. Koszovói rendőrök zárták le a monostorhoz vezető utat. Második napja tart a helyszínelés. A koszovói hatóságok szerint nehéz fegyvereket, robbanószerkezeteket és egyenruhákat találtak. A felszerelés elég lett volna több száz támadónak. A koszovói belügyminisztérium szerint ezek egy átfogó támadás előkészületeire utalnak.
Egymásnak ellentmondó, de minden oldalról drámai beszámolók születtek a vasárnapi eseményekről. Szerb-ajkú fegyveresek egy csoportja teherautókkal zárt le egy hidat az észak-koszovói Bányszka településen, és tüzet nyitott a kiérkező rendőrökre. Az ezt követő tűzharc során a fegyveresek mintegy 30 fős csoportja visszavonult egy közeli ortodox monostorba. Az ott tartózkodó szerzeteseket és újvidéki szerb zarándokokat felszólították, vonuljanak fedezékbe. Hamarosan megérkeztek a koszovói albán erők, akik megostromolták a templomot és összecsaptak az endülőkkel. Egy koszovói rendőr és három szerb fegyveres meghalt, többen súlyosan megsérültek. Több fegyveres letartóztattak, kettőt közülük kórházba szállítottak. Gyertyát gyújtott Albin Kurti koszovói miniszterelnök a megölt rendőr emlékére vasárnap este Pristinában. Több száz mécses gyúlt a koszovói főváros rendőrőrse előtt, a helyi sajtó mártírként ír az elhunytról. A kormányfő kijelentette, a támadók célja Koszovó destabilizálása volt. Külföldi, professzionális, katonai és rendőrségi alakulatok vettek részt ebben a terrortámadásban, és Afrim könyörtelen meggyilkolásában. A fegyveresek közül többeket letartóztattunk, mások megsérültek. Hiszem, hogy a nyomozás során kiderül, kik ők pontosan, hogyan jutottak Koszovóba, ki és mikor adta ki a parancsot erre a kudarcba fulladt akcióra, mondta Albin Kurti. Egészen máshogy látják a történteket a határ szerb oldalán. A koszovói ügyekért felelős kormánybiztos szerint a koszovói albán erők szerb ellenes terrorja vezetett a vasárnapi eseményekhez, és figyelmeztetett, a provokáció a közeljövőben is folytatódni fog. Alekszandar Vučić, szerb elnök, kijelentette, Pristina célja, hogy Szerbia háborúba sodródjon a NATO-val. Az egészet úgy rendezték meg, hogy a koszovói szerbeket lehessen hibáztatni, holott az egyetlen felelős maga Albin Kurti. Fittyet hány a brüsszeli egyezményre, leváltotta a koszovói szerb tisztviselőket, és esze ágában sincs létrehozni a szerb autonómiát. Folyamatosan provokál. Sajnálom, hogy egyes szerbek bedőltek ennek. Albin Kurtit kell hibáztatni. Ő az, aki háborút akar. Élete álma, hogy belerángasson minket egy háborúba a NATO-val, mondta a szerb elnök. Hozzátette, soha nem fogja elfogadni Koszovó függetlenségét. Felszólította a nemzetközi közösséget, kényszerítsék ki az észak-koszovói szerb autonómia létrehozását, máskülönben a konfliktus további kiéleződését kockáztatják. Ökumenikus és vallásközi teremtésvédelmi konferenciát rendeztek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika kampuszán. Az eseményen előadást tartott első Bartolomaios konstantinápolyi egyetemes pátriárka is. Az ortodox egyházi vezető azt mondta, az ökumenikus párbeszéd ereje abban rejlik, hogy megtanulunk nyitni önmagunkon, a saját felekezetünkön vagy a saját vallásunkon túlra. Az ökumenikus elkötelezettség magában foglalja, hogy megtanuljuk a gondoskodás és az együttérzés nyelvét beszélni, hogy így képesek legyünk szembenézni közös bolygónk megőrzésének közös feladatával. A kormány célja, hogy 2030-ra Magyarország Európa 10 és a világ 25 legjobb innovátora között legyen. Erről beszélt az innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár az idei kutatók éjszakája kapcsán, amelyet pénteken és szombaton rendeznek. Hankó Balázs azt mondta, akkor leszünk versenyképesek, ha élen járunk a felfedezésekben és a kutatásokban. Tavalyi évben 920 milliárd forintot költöttünk közösen a vállalatokkal együttműködésben arra, hogy Magyarország kutatása, fejlesztése és innovációja erősödjön, és hogy mennyire komolyan gondoljuk ezt, ma 1 millió lakosra 6000 kutatófejlesztő állásra jut, és hogy legyen jövő, 2030-ra 1 millió lakosra 9000 ilyen álláshely lesz, amely állását mindazoknak kell betölteniük, akik az elkövetkezendő időszakban elköteleződnek a kutatás iránt. A NAV deríthet fényt karácsonyi pénzemberének eltitkolt millióira, erről ír a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja, nyomozás indulhat Karácsony Gergely bizalmi embere, Perjes Gábor valótlan tartalmú vagyonnyilatkozataival kapcsolatban. Az ügyben egy magánszemély fordult a hatósághoz, miután a Magyar Nemzet megírta, a párbeszédes politikus több millió forintnyi jövedelmet titkolhatott el.
Én nem érzem magamat ebben az ügyben megszólítva. Karácsony Gergely és Párbeszédes politikustársa Perjés Gábor eddig nem adott érdemi magyarázatot arra, hogyan gyűjthettek össze 500 000 000 forintot kampány célra. Honnan jött ez az 500 millió forint? Meg fogják tudni. Mikor? A balliberális oldalt vezető Gyurcsány Ferenc DK elnök közszereplőként látványosan még a politikai botrány tagadásáig sem jut el. Hova lett az az 506 millió, amit a kampányra kapott a főpolgármester? Korábban kiderült. Pedig az ügyben a NAV költségvetési csalás és pénzmosás gyanújával már nyomozást indított. Karácsony Gergely mozgalmát hamis magánokirat felhasználása miatt feljelentette számlavezető bankja, az OTP is. A pénzintézet szerint ugyanis Perjés jelentős összegeket, többnyire angol fontot és egymást követő sorszámmal ellátott eurókat fizetett be úgy, hogy azok eredete nem tisztázott. Perjés Gáborról közben kiderült, egy 2019-es vagyonnyilatkozatában csak azt tüntette fel, hogy az országgyűlés hivatalában a Párbeszéd rendezvény szervezőjeként havi bruttó 235 000 forintot keresett a második kerületi önkormányzati képviselői tiszteletdíján felül, számolt be róla nemrég a Magyar Nemzet. A lap kiderítette azt is, a politikus 2016 és 2019 között a Trafó Kortárs Művészetek Háza felügyelőbizottsági tagjaként, a féle politikai delegáltként évente közel 1 millió forintot keresett, de ez a tétel mégsem szerepelt a vagyonnyilatkozatában. Az ügyben most emiatt is nyomozás indulhat Karácsony Gergely úgynevezett táskás embere ellen, miután egy magánszemély feljelentette a hatóságoknál, tudta meg a Magyar Nemzet. A beadvány alap szerint azt is tartalmazza, hogy Perjés képviselői bemutatkozásában sem mondott igazat, amikor azt írta, gyermekkora óta a második kerület lakója. Legutóbbi két vagyonnyilatkozatát ugyanis Török Bálinton keltezte, ott, ahová Karácsony Gergely mozgalma is be van jegyezve. Miért kellett ezeket a befizetéseket vagy eltitkolni, vagy miért nem lehetett ezt a rendkívül egyszerű nyilatkozattételi formát egyébként helyesen kitölteni? Több mint furcsa, hogy Karácsony Gergely miniszterelnök jelölti visszalépése után került sor az úgynevezett mikroadományok 90%-ának befizetésére, fogalmazott Tóth Erik a Kossuth Rádióban. Az Alapjogokért Központ kutatási igazgatója szerint a főpolgármester és politikai környezete azért hallgat, mert van mit eltitkolnia. Volt egy amerikai donorintézet, egy az amerikai baloldalhoz ezer szálon kötődő intézet, vagy alapítvány, az Action for Democracy, amelyik hogy nem Korányi Dávidon keresztül, aki akkoriban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója volt, több millió, sőt, több 100 millió forintnyi bevételre tett szert, egyik pillanatra a másikra. És ott is ki volt az egyik kulcsember, nem más, mint Perjés Gábor. Karácsony Gergely mozgalmának külföldi támogatását a titkosszolgálatok is vizsgálták. Ekkor derült ki, Perjés Gábor egy személyben fizette be a 500 000 000 forintot, majd a pénzek a Bajnai Gordon volt miniszterelnökhöz köthető datadatnál landoltak, amely cégcsoport a baloldal választási kampányát segítette. Szerdán nyílik a Planet Budapest 2023 fenntarthatósági expo és élményprogram, amely vasárnapig várja az érdeklődőket a Hung Expo területén. Az ingyenesen látogatható rendezvény az élelmiszer biztonság és a hulladékgazdálkodás témáik köré épül. Áder János korábbi köztársasági elnök Kékbolygó című legújabb podcastjában a rendezvény megálmodójával beszélgetett. Mezőgazdaság, élelmiszertermelés és hulladékgazdálkodás – ezek a fő témái az idei Planet Budapestnek. A fenntarthatósági expo Közép-Európa egyedülálló fenntarthatósági rendezvénye, amely a társadalom és a gazdaság széles rétegeit szólítja meg. A szerdán kezdődő eseményt mutatja be Áder János Kékbolygó podcastjának legújabb részében. A műsorban a volt állam főbeszélgető partnere Unger Zsolt, a Planet Budapest egyik szervezője. Két évvel ezelőtt, amikor az első fenntarthatósági expót szerveztük, akkor Zsolt volt ennek az egésznek a megálmodója. Az ingyenes rendezvényen idén is a fenntarthatósági fordulat fontosságára, valamint a klímaváltozás hatásaira hívják fel a figyelmet. A sokrétű és változatos kiállítás egyszerre több generációhoz szól, egyfajta hidat képezve köztük. Elhívtunk 140 céget, aki a fenntarthatósággal kapcsolatos kézzelfogható megoldást, szolgáltatást, vagy valamiféle oktatási tevékenységet, vagy konzultációs tevékenységet végez.
A szakmai előadások mellett látványos interaktív programok is várják az érdeklődőket, amelyeken installációk segítségével tapasztalhatják és érthetik meg, hogy mi a fenntarthatóság. Egy izgalmas utazás, vagy hogyha fölfoghatjuk egy pár órás sétának is, ami onnan indul 17 kiállítási területen, hogy megismerjük, hogy milyen törékeny és milyen egy egységes, összeszedett rendszer a mi bolygónk, és a séta végén pedig egy konyhába gyakorlati tanácsokat kapunk, hogy hogyan kezeljük az élelmiszereinket. A nemzetközi szinten is kiemelkedő rendezvény főszervezője a Kék Bolygó Alapítvány. Áder János, az alapítvány kuratóriumi elnöke elmondta, a fenntarthatóság iránt érdeklődő, vagy azzal éppen csak ismerkedő közönség gyakorlati, kézzelfogható megoldásokat is kaphat. Szerdától vasárnapig lesz látogatható a Hung Expo területén a fenntarthatósági expo, ami fontos, hogy ingyenesen látogatható ez, és három csarnokban három különböző programmal készülünk. A Kék Bolygó című podcast legújabb része már elérhető az interneten, és a legnagyobb videó megosztón is megtekinthető. Az elmúlt 6 évtized legforróbb telét követően hőhullámmal érkezett meg a tavasz Brazíliába. Vasárnap rekordok dőltek meg a dél-amerikai ország több városában, São Paulo-ban a hőmérséklet meghaladta 36 fokot. A forróság miatt a Meteorológiai Intézet riasztást adott ki. A szökőkutak vizében hűtik le magukat az emberek São Paulo utcáin, míg mások a medencékbe menekülnek a szokatlanul nagy forróság elől. Az utcán élők számára az egyetlen lehetőség, hogy a szökőkutakat használják fürdésre, tisztálkodásra, magyarázza egy São Paulo-i hajléktalan. Brazília legnagyobb városában vasárnap délután 36,5 fok volt. Ezzel megdőlt az idémért legmagasabb hőmérséklet rekordja. De a feljegyzések 1943-as kezdete óta is csak elvétve volt példa ilyen extrém hőségre ebben az időszakban. A brazil tavasz első napján az ország több régiójára lecsapott a forróság. Rio de Janeiroban a 42 fokot is elérte a hőmérő higanyszála. A tengerpart megtelt, szinte mozdulni sem lehetett, akkora volt a tömeg. Nagyon meleg van, majdnem 50 fokos a hőérzet. Szó szerint forróság van, mondta egy strandoló. A nagyváros zsúfolt nyomornegyedeiben a favellákban élők szenvednek leginkább az ilyen szélsőséges időjárási jelenségektől. Mivel a lakások többségében nincs klíma, és a nagy meleg miatt akadozik az áramellátás is. A nyomornegyedek lakóit minden szempontból jobban érinti a hőhullám, különösen a jelenlegi éghajlati helyzet miatt. Nem tudjuk irányítani ezt az abszurd hőséget, sok áramszünetünk is van, panaszolta egy brazil asszony. A forróság az állatkertek lakóit is megviseli. A Rio de Janeiro-i vadasparkban a gondozók gyümölcsízű nyalókát adtak az állatoknak, hogy kibírják a hőséget, amely a héten várhatóan meghaladja a 40 fokot is. Brazília meteorológiai központja 11 államra adott ki riasztást az átlagon felüli hőmérséklet miatt. A hőhullám az előrejelzések szerint szerdáig tart. Az Egyesült Államok Atlanti partvidékén vasárnap még hatalmas hullámokat korbácsolt és erős széllel kísért felhőszakadásokat okozott az egyre gyengülő Ophelia. A poszttrópusi ciklonnál visszaminősített vihar a New Jersey partjaihoz közeli városok utcáit is elöntötte, az áradások miatt akadozott a forgalom. Az államban több ezer ember maradt áram nélkül, miközben az Ophelia által felkorbácsolt szél vasárnapra 35 km/h körülire enyhült, az Atlanti-óceánon egy újabb trópusi vihar alakult ki. Fél óráig lógtak fejjel lefelé egy meghibásodott hullámvasút utasai egy kanadai vidámparkban szombaton. A hinta az egyik kör végén elakadt, majd megfordult. Az utasok először azt hitték, hogy ez is az élmény része, ám amikor a mentők megérkeztek, rájöttek, hogy valami történt. A tűzoltók egyenként szabadították ki az utasokat az ülésekből. Komolyabb sérülés nem történt, ketten mellkasi fájdalomra és lábzsibbadásra panaszkodtak. A hatóságok vizsgálatot indítottak, a vidámpark vasárnap nem nyitott ki. Ez volt a Híradó déli 12 órától. Híradónkat újra megnézhetik a híradó.hu oldalon. Maradjanak velünk, már is a Nemzeti Sport Híradó.